Heathrow repülőtér, London. Vámvizsgálat. A tervem a következő. Ha innen kiszabadulunk, maga elmegy a szállodájába, este elmegyek magáért, és elviszem Nimmóhoz vacsorázni. Utána pedig vagy elmegyünk táncolni, vagy... Azért nagyon kellemesen elbeszélgettünk, itt már ne érezze kötelességének, hogy szórakoztasson. Már bocsánat, nem kötelesség, hanem kitüntetés egy ilyen gyönyörű nővel tölthetni az estét. Szabad lesz az útlevelét, ura? Oké? Hát, maga olyan kedves, hogy egyszerűen nem tudok nemet mondani. Ha estére sikerül pótmamát szerezni, a férjemmel együtt boldogok leszünk, ha találkozhatunk. Feltartom a sort, bocsánat. Kérem, jöjjön velem Mr. Lomax egy beszélgetésre. Rendben van. De miért? Erre, uram. Ne, ne, hagyd majd ő! Alig várom, hogy otthon legyünk. Lefogytál, szegényki! Az a barátja? Igen. Befelé, gyorsan! Az meg a kedvenc húga? Igen. Nagyon szerethetik egymást. Igen. Rendkívül. Pihenje ki magát. Köszönöm. Biztos figyelnek minket, Mr. Lomax. Erre azért volt szükség. Mehetünk, George. Egész biztos, hogy ott lesz magánál ma este? Mert ha a testvéremre nincs szükség, nem megyek el én se. Ott lesz. Az biztos. Itt a pénze, ahogy megbeszélték. $10,000. Szép pénz egy csókért. Mondja, kedves miszter... Charlie-nak szólítson. Charlie, a ritka női név. Charlie. Carl Harris vagyok. Jó napot, Mr. Lomax. Mit szólnának, ha azt mondanám, hogy nem vagyok Lomax? Kénytelen volnék megölni. De Lomax vagyok. Nekem elhiheti. Mr. Lomax vagyok. Tanka István, Roger Moore, Láng József. Minden lében két kanál.
Ritchie kockázatos. Charlie, John Ritchie, Szilvási Anna Mária, Mitchell, Peter Balls, Fülöp Zsigmond, Fulton Bíró, Lawrence Naismith, Képesi József. Forgatókönyv Tony Barwick. Rendezte Gerald Meyer. Régóta lakik itt? Szép. És most mi lesz? Várunk. Na, nincs kedvem várni. Csak néhány percről van szó, Mr. Lomax. Van magában valami, amit nem akar bevenni a gyomrom. Megnyugtathatom, hogy ez kölcsönös. Félek, nem azt hoztuk el, akit kellett volna. Ne beszélj butákat, az ismertetője rendben volt. Egyébként Mitchell mindjárt itt lesz, és igazolja Lomaxet. Remélem. Én most elmegyek a szállodámba. Mitchellnek mondják meg, hogy ott várom. Oké. Okay. Nem felejtett el valamit? Például a 10 000 dollárt, amivel tartozik nekünk. Aztán gyorsan szerez ellenségeket, Lomax. Mitchell. Örvendek. Nagyon örülök. Részemről. Megtudhatnám, mi történt? Nem az, akinek hisszük. A találkozás terv szerint történt. Úgy. Szóval én derítsem ki az igazságot. Nem bizalmatlankodás, de ha nem kérnék igazolást, ön is joggal róna meg a könnyelműségemért. Elég nekem az útlevele. A útlevél. Daniel Wilde? Sose használom a Lomaxet. No persze. De ez nem bizonyíték. A táskát, Charlie. A névkártya. Pontosan az. Ez szép a kabátja. Igen. Lomax! Jaj! Mitchell! Büszke vagyok, hogy együtt dolgozunk. Hát még én. Halljuk, Mr. Lomax. Milyen céllal érkezett Angliába? Háromszor mondtam már. Mondja el még egyszer. Turista vagyok. Kiket akar felkeresni? Senkit, senkit se. Ahhoz képest sok londoni telefonszámot írt fel. Igen, sok számot írtam fel. Az FBI-tól tudjuk, hogy jön. Nyilván valamilyen céllal. Mondja meg, mi az? Turista vagyok. Jó. Mi ráérünk. Majd elmondja. Hiszem, ez az a pillanat, amikor pohárköszöntőt kell mondani. Éljen a bűnözés koronázatlan királya, a zseniális tervező, Harvey Lomax! Ja, hát, köszönöm. Tudja, hogy Charlotte régi rajongója, Harvey? Ugye, szólítatom Harveynak. De bevallom, jobban örülnék a Dannynek. Danny White, ez a fedő nevem. Ha jó, akkor Dannynek szólítom. Jó. Olvastam a beszámolóját a bostoni balhéról. Ja, igen, a nagy bostoni balhé. Remek stratégia, kiváltan időzítés, tökéletes kivitel.
kedves, hogy ezt mondja, de semmiség volt. Semmiség? $4 millió semmiség? Persze, ami könnyen jön, könnyen megy, nem tudja? Charlie, máskor beszélgess Dennyvel a sikereiről, most nekünk van beszélni való. Igen, elnézést, Charlie. Kérem. Azt írta a levelében, hogy a biztonság mindenek fölött való. A levelemben leszögeztem, hogy a biztonság mindenek fölött való. Igen, ezt írta, és én ehhez tartottam magam. Igen, nagyon helyesen tette. Senki sem mehet el innen, kivéve engem az akció kezdetéig. Nagyon helyes. Senki sem mehet el innen, kivéve engem és magát az akció kezdetéig. Mit mond? Engem tett most próbára. Mondjuk. Csak hogy én pontosan emlékszem minden szavára, Danny. Nagyszerű. Idézem. Ne várjon hűséget a társaitól az a vezető, aki nem tartja be a szabályokat, amiket számukra előír. Ezt mondtam. Ki állta a próbát, Mitchell? Tehát itt marad? Maradok, Mitchell, maradok. Ilyen vezetővel nem vallunk kudarcot. Gondolja, Mitchell. Fantasztikus. Egy ilyen kis darab film a kulcs 9 millió értékű aranyrúdhoz. Már biztosan nem jön. Dehogy nem, biztosan jön. Nem marad le egy ilyen programról. Minket még soha életünkben nem ültetett fel senki. És most se fogják, ígérem. Hozok egy újat. Tessék, ha az ördögöt emlegetik. Jó estét. Maga aztán jól megváratott minket. Én magukat? Igen, de nem érdekes. Jöjjön. Megjött. Jobb későn, mint soha. Hello, Daniel! Bíró úr. Bíró is ráadásul. Éljen. Nem ráadásul, nem Danny. Nem Danny? Persze, hiszen mondtad, hogy... Danny fiatalabb. Soha nagyobb baj ne legyen. Mi szeretjük a meglett férfiakat. Örülök neki. Jöjjön, bíró úr, tegye magát kényelembe. Várjuk. Siessen. Dannyre számítottak. Hol van? Aktákat ígért nekem New Yorkból. Itt lehet, bármely pillanatban. Nem ment ki elé a repülőtérre? De igen. Megbeszéltük ezt a programot 4-esben, már egy hete. Egy új diszkó megnyitójára megyünk. Danny biztosan már régen elfelejtette, és remekül szórakozik máshol. Hogy majd szökni próbál, és megszegi a saját szabályait. Úgy éreztem, muszáj már kijönnöm egy kicsit, egy kis levegőt szívni. Hát persze, tudom, hogy van ez. Hová megyünk? Hogy hová? Talán a... Elmehetnénk a Trocadéróba. Menjünk. A Trocadéróba kérem. Ne állítsuk le. Ne. Meglátjuk, kivel lép kapcsolatba. A többit az utat. Ha.
Mondtam, hogy ennek a helynek atmoszférája van. De milyen? És ez a buta Karl azt hitte, maga kapcsolatba ez akar lépni valakivel. Karl. Hello. Ismeri? Soha életemben nem láttam. Jól megnézte magát? Hát én is jól megnéztem őt. Jöjjön, üljünk le, ígyunk valamit. Szívesen. Megrendelem a pezsgőt, amíg maguk púderoszkodnak. Mit iszik, kedvesem? Egy nyuszi puncsot. Egy nagy felnőtt nyúlpuncs a hölgynek. Köszönöm. Nem tervezek. Bocsánat, asszonyom. Nem asszonyom vagyok, hanem Danny. Danny? Danny. Danny White. Plasztikai műtéted volt? Dehogy is, ne bolondozz. Nagy bajban vagyok. Nem is tudod, mekkora bajban. A lányok haragusztak rád. Azon kívül figyelnek is. Ki figyel? Az a kis helyes az utolsó boxban. Az a szőke. Hogy hívják? Charlie. Charlie? Daniel. Nem siklottál te rossz vágányal? Meg még két pofa. Ki ne derüljön, hogy Susan és Mary a nevük? Azt hiszik, hogy egy Lomax nevű pasi vagyok. Tudom már, Sylvia Lomax. Jean, John, végre eljött a perc, amire vártak. Bemutatom a barátomat, Danny. Ígyunk egy kort pezsgőt. Hi. Hello. Csodás itt az atmoszféra. Igen, csodás. Ne haragudjon, de van írószerszám magánál? Igen, azt hiszem van. Maga talán író? Igen, igen, olyanokat írok, mint a háború és béke, hová lettél, drága völgyünk, meg hasonlókat. Igen. Nézze csak azt a krapekot a bárnál a két lányjal, akik két tojás. Hát, az egy kém. Komolyan? De el nem mondja senkinek, ő is kém, és én is kém vagyok. Maga? Igen, megtenni, hogy átadja neki ezt az üzenetet? Hogyne. Életről, halálról van szó. Oh. Megmondaná a nevét? Sophie. Sophie. Tegye meg, jó? Bízza rá. Boldogan, baby. Sophie, bemutatom a fiúkat. Fiúk, bemutatom Sophie-t. Hello. Mondjon, jó éjt, Sophie. Jó éjt, Sophie. Aranyos gyerek. Gyerünk vissza a lakásra. Mi ez, fiúk? Vonakodnak teljesíteni a parancsomat. Gyerünk. Lányok, sajnálattal közlöm, hogy Danny elment. Na hát... Nem is hiszik el, hogy itt volt? Mm-mm. És most mihez volna kedvük? Hazamenni. Hazamennek? Hú, hol rontottam el? Tessék, Mr. Henderson. Köszönöm. Hidd el, az a tegnap esti cirkusz nem biztonsági próba volt, hanem átverés. Tévedsz, Karl. Nézd, még nem találkozott velünk soha, és biztos akar lenni, hogy a mostani munkatársai minden szempontból megbízhatók. Én is ezt tenném a helyében. Akkor se tudom elhinni, hogy ez... Várja, míg megismered a tervet, amit csinált. Nem lesznek tovább kétségeid. Minden kis részlet tipikus Lomax mestermű. Grennek már itt kéne lennie. Igen,
Menj, tudd meg, mi van vele. Nézd. Menj, nézd meg, mi van vele, ha megkérhetlek. Charlotte, szóljon Mr. Lomaxnek, hogy várjuk. Igen. Üljön le, Kramer, kezdünk. Igen. Először is szeretném leszögezni, hogy a hatalmas összeg, amelyet Mr. Lomaxnek fizetünk, bőségesen megtérült. Amit megtervezett maga a tökéletes bűntény. Speciális szakértelmük figyelembevételével osztottam szét a feladatokat. Szállítás, elektronika. A koordinátor Charlotte. Ez mind nagyon szép. De már ideje volna, hogy megtudjuk a részleteket, hogy mikor, hol, és ami a legfontosabb, hogyan. Mr. Lomax mindezt el fogja mondani. Elfogom. Részletesen. Mr. Henderson. Henderson? Mi a reszortja? Elektronika. Elektronika. Ügyes? Nagyon ügyes. Üljön le. Üljenek le, fiúk. Örülök, hogy velünk tart, Mr. Henderson. Tudjuk, hogy 9 millióról van szó aranyban. Úgy van. De amit nem tudunk, hogy fogjuk megszerezni? Jó kérdés volt, Henderson. Volna szíves elmondani, Mr. Lomax? Al Capone! Floyd, a szép fiú! Edward G. Robinson, Lex Diamond. Tudják, mi volt a közös bennük? Intelligencia, ész! Zsenialitás, szervezés. Olyan volt a szervezetük, mint egy hadsereg. És ők a tábornokok. Igen. Bekerítés, elhárítás. Támadás előkészítése, támadás, utóvit harcok. Ez a döntő, emlékszik Bostonra? Hát arról csak egyet mondhatok. Tudják, mi volt a legdöntőbb? Idő, sebesség, hatásosság, gyors kocsi. Minden ember pontosan tudta, hol kell lennie a megadott pontos percben. Mi több pillanatban. És ha ezt mi is el tudjuk érni, akkor sikerül a tervünk. Mr. Lomax? Igen? Egy kicsit konkrétabban, ha lehetne. Nem, nem lehetne. Vagy megszegném a biztonsági szabályaimat. Legalább, ha annyit tudhatnánk, hogy mikor. Mikor? Rendben van. Megtudja mikor. Mondja meg. Na, mondja meg neki. Köszönöm, Danny. Támadunk pontosan... ...48 óra múlva. Akivel összetévesztették, egy Lomax nevű férfi. Mi kapcsoltuk le a reptéren. Danny barátunk ez szerint valami nagyszabású ügybe keveredett. Nevezetesen? Szó van az alvilágban egy nagy stílű balhéról, amit még csak most szerveznek. Szerintünk Lomax az agytrözt, a szervező és a részletek ismerője. Ezért kapcsoltuk le. Meddig tarthatják benn? Nem sokáig, de aztán kiutasítjuk. Elég baj. Maguk kiutasítják, ő meg egyet telefonál, és Danny átköltözik a túlvilágra. Mi történt? Hú, vesztettem. Ne mondja. Szóval elaludtam. Nem bírja ki pia nélkül? Maguk engem pilótának szerződtettek, és nem arra, hogy prédikációkat hallgassak. Lomax még nem jött meg? De, tegnap. Tegnap? Érdekes, hogy nem hívott fel. Ismeri? Hát persze. Sokat repült velem oda át. Jó haverok vagyunk. Mi a manó? Szép kis összegnek vert a fenekére az éjjel. Honnan van magának ennyi pénze, mondja? Mi köze hozzá? Menjen a francba!
De szörnyű büdös van. Itt van a rendőrség. Én tiszta vagyok. Ide figyeljen. Csak nem úgy csinál magának egy kis külön pénzt, hogy felcsapott rendőrségi besúgónak. Ne beszéljen butákat. Mit csinál? Imádkozzon, hogy ne ide jöjjenek a zsaruk. Nincs más megoldás, el kell halasztani. Nem lehet. Vagy most csináljuk meg, vagy ugrott az egész. Egy másik pilótát kell keríteni. Közreadom. Köszönöm, Kármit. Nem lesz ez jó. Nincs benne kockázat. Folyton szem előtt lesz, utána meg fölöslegessé válik. Értem, köszönöm. Mi újság? Holtan találtak egy Grant nevű pasast, lelőtték. Piti bűnöző volt, egykori pilóta. Hogy jön ez Danny ügyéhez? A telefonszáma benne volt Lomax noteszában. Ellenőrizzük az összeset. Az mennyi idő? Igyekszünk. Ő remélem nem bánja, ha én is besegítek a magam módján. Álljon meg, hová megy? Vásárolni megyek, bíró úr. Veszek magamnak pár információt. Szép jó napot, Milan. Nem különösebben szép. Hogy fejlődik a vetés a farmon? Lassan, uram. Nagyon lassan. Sok az eső, nem fogja az eke a földet. És valami információ termette egy Grant nevű emberről. Meghalt. Ennyit ingyen is elárulok. De a következő válasz már drágább lesz. Nincs alkudozásra időm. Lehet, hogy mindez csak szóbeszéd, de elterjedt, hogy egy komoly nagy húzás készül. Egy amerikai a tervezője. Folytassa. Fogadok, hogy Grant benne lett volna. Ugyanis még egy órája sincs, hogy azt hallottam, pilótát keres egy bizonyos csoport. Nyilván Grant helyett. Vállalnám. Szakképzett pilóta vagyok. Az ön helyében nem keverednék bele, uram. Fizetek, amennyit kér. Tartózkodjon otthon. Örülök, hogy rá tudtam beszélni. Nem vagyok biztos benne. Uraim, ideje, hogy menjünk. Na, segíthetek? Köszönöm, Danny. Na, szívesen. Kellemes kiruccalást, fiúk. A hadműveleti bázisra megyünk. Na, hát majdnem elfelejtettem. Gyerünk, uraim. Csukja be az ajtót maga után. Sinclair. Van esélye, uram. Csak annyit tegyen meg, hogy kiáll a Hall Street és a Chester Road sarkára, pontban 5-kor. Hogy megnézhessék? Ha tetszik, amit látnak, kapcsolatba lépnek önnel. Igen, köszönöm. Jó hír, uraim. Micsoda? Jelentkezhetem a munkára. Ha megkapja, jelentkezzen nálunk is, amint tud. Ilyen becstelenségre biztat. Hát az igazi Lomax biztos helyen van, remélem. Nyugodt lehet, uram. Most viszik az őrizetes központba.
Uraim, pontosan 14 óra és 1 perc múlva indítjuk az akciót. Most már talán közölhetjük a részleteket. Danny! Mitchell, maga a parancsnok, mondjon el a legénységnek mindent. Ha megengedi. Meg. Holnap délelőtt 10-kor leszáll egy gép, hogy üzemanyagot vegyen fel. A rakománya aranyrudak. A gépet birtokba vesszük és Afrikába repülünk vele. Egyszerűen birtokba vesszük? Elvesszük, mint nyalókát egy bébitől. Ellenfélre kell leszámítani, és milyenre? Ki vele, Mitchell? Mondja meg kímélet nélkül. Kérem, az ellenfél az Egyesült Államok légiereje. Az ajtóhoz. Szereztünk egy pilótát. Robinson nevem. Értem. Köszönöm. Sinclairről semmi hír. És Lomax? Nyoma veszett. Mit csinálsz itt? Meg vagyok. Miért várattál ilyen sokáig? Miért érsz korábban már... mindenhová? Korán érő típus vagyok. Na, gyere már! Nincs benne kulcs. Nincs véletlenül egy hajtűt? Véletlenül nincs. Még ez is. Ha. Vegyél tudomásul, hogy elegem volt. Unom a sok mellébeszélést. Magyarázatot követelek. Ki ez? Harvey Lomax. Csak szeretne lenni. Tudja, mit mondok? Hogy ki maga? Jól álcázott rendőrspicli. A maga munkája ez az akció? Minden részletében. Akkor mondjon részleteket. De ravasz, maga mondjon részleteket. Jó. A gép Genovából érkezik. Úgy van. És egy szigorúan őrzött katonai repülőtéren fog leszállni. Aha. És pontosan 35 perc múlva száll fel újra. Jól tudja. Minden részletet. Legyenek erősek, itt komoly hézak van a biztonsági rendszerben. Most én kérdezek magától. Nyugodtan. Milyen rádióhullámhosszon történik az ellenőrzés a landolás előtt? Mi a repülőgép hívójele? Mi a bázisparancsnok keresztneve? Irving! Na és? Azt hiszi, csőbe tud húzni a kérdéseivel? Hát nem? De igen. Igen. Te mindent megtehetél. Köszönöm, pajtás. Sajnálom, Mitchell. Fogja be a száját. És maga? Maga hogy került ide? Hallottam, hogy pilótát keresnek. Maga az? Igen. De ez igazán mellékes most már. A lényeg, hogy mik a további terveik. Kétségei vannak? Várj egy kicsit, Carl. Egyelőre oda zárd be őket. Oda gondoltam? Helyes. Törülő.
Foglaljon helyet, lordom! Kinek van valami jó ötlete? Pilóta nélkül bénák vagyunk, és nincs időnk mást keresni. Felhasználhatjuk ezt. Kötve hiszem, és még nem megoldás. A másikra is szükség van. Nem probléma, most már itt vagyok én. Nem ilyen egyszerű. Itt vannak az igazolványok, belépők, a nem megfelelő személy számára. Csináltatunk másikat a megfelelő képpel és személyleírással. 36 óra míg elkészül, nincs annyi időnk. Mást mondok. Biztos, hogy mindkettőre szükség van? Igen. Akkor nagyon egyszerű. Mindegyik túsz lesz a másik életéért. Mindegyik azt fogja tenni, amit mondunk, mert ha nem teszi, likvidáljuk a másikat. Beválhat. Sikerülhet. Csak utána. Jó reggelt. Én szalonás tojást kérek. Jó reggelt, uraim. Remélem, jól kipihenték magukat. Jól aludtak, mert nagy napjuk lesz. A padló kényelmes volt, de a kiszolgálás pocsék. Tegnap már azt hittem, le kell fújnunk az akciót, de talán mégis sikerülne rávenni magukat, hogy segítsenek. És hogy gondolja ezt elérni? Úgy, hogy az akció folyamán egymástól távol lesznek. Mindegyikük mellett egy-egy őr rádióadóvevővel. A Henderson elektronikai cég jóvoltából. És mindez mi célt szolgálna? Roppant egyszerű és világos. Ha netán maga megpróbálná értesíteni a hatóságokat, vagy megtagadná az együttműködést velünk, ha ez bekövetkezne, a másik őr értesül róla, és likvidálja a barátját. És ez persze a másik irányba is működik. Mindketten úgy tekinthetik, hogy fegyvert fognak a másikra. Itt a jelmezepajtás. Nocsak, gazdag ruhatáruk van. Amerikai légierő. Csak hivatalos használatra. Nagyon ügyes, Kramer. Jó, indul. Az Egyesült Államok légierőbázisa Európában. Kulitábornok a bázis parancsnokhoz. Kulitábornok úr? Igenis, uram, már is, uram. Minél gorombában. Magát az emberei Isten nyilának hívják. Thank you.
tábornok úr, jelentem, baj lehetett a vonalakkal. Nem kaptunk semmiféle értesítést, én tehát úgy gondoltam... Mit várt? Zenés táviratot egy héttel előbb? Hogy legyen idejük elrejteni a piát, meg a becsempészett locsókat! Igazolás! Igen. Én igazolom magam, én! Harry Alcooli tábornok. Köszönöm, uram, rendben! Örnagy úr! Ellenőrizze! Miért nem mozdul, Örnagy úr? Adnagy úr, ide! Megszigorítjuk a rendszabályokat. A tudtommal, hogy a magány kívül senki a bázisra sem esek ki, megértette? És engem is tartson szemmel állandóan. Igen, és tábornok úr, értem. És teljes készültséget követelek, igen? Megértett? Igen, értem. Tábornok úr, percre bevallottam az időt. Tudom. Már ott kéne lennünk. Már is megyünk. Úrnál. Egy perc még jelent. Adnagy úr! Nyissa ki az ajtót. Igen. Mi ütött magába? Csukja be az ajtót! Gyerünk! Lelépni! Joe Adler ezredes, bázisparancsnok. Hogy? Mi? Milyen tábornok? Tud róla, hogy nálunk készültség van, hadnagy úr? Jó, jó, nem a maga hibája. Már itt is vannak. Helyes. Tábornok úr, milyen váratlan megtiszteltetés. Maga nem azért szolgál itt, hogy meg legyen tisztelve. Adler ezredes? Igen, uram. Lomax, őrnagy. Őrnagy úr. Uram, kérdezek valamit. Igen. Ez itt a maga irodája? Igen. Vannak itt poloskák? Poloskák? Kis lehallgató készülékek vannak, vagy nem vannak? Nem gondolom, uram. Ez a maga baja. A maga nagy-nagy baja. Micsoda, uram? Nem gondol semmit. Ez a nokedli, ez mire van? Rendelkezzék velünk, tábornok úr, de tájékoztatnom kell róla, hogy készültségi állapot van nálunk. A tábornok úr tud az aranyszállítmányról. Értem. Hát ezért van itt. Elsősorban. Igen. Bocsánat a zavarásért, jelentkezett a 104-es uram. Megyek. Ha visszajön, rázza le. Itt a bázisparancsnok, Adler ezredes. Jelszót kérünk a leszálláshoz, uram. Megvan. A biztonsági jelszó A.G. Genf. Érti? Köszönöm, ezredes úr. Megkezdjük a leszállást. Visszaadlak a toronynak, 104-es. Végen. Itt vagyok. Kedves ezredesem, kérhetek magától valamit? Igen, uram. Kint hagytam a diplomat a táskámat a kocsi hátsó ülésén. Ah. Megtenni, hogy behozza meg. Kiküldök értem. Ne, jobb szeretném, ha maga hozná be. Én, uram, miért? Azt is megmondom. Egy ilyen diplomat a táska a biztonsági rendelkezésekkel kényes valami, és ha illetéktelen kezekbe kerül, abban nagy baj lehet. Előre is köszönöm, pajtás. Várom a táskával együtt. Ne játssza túl. Lomax őrnagy. Igen. Adom a tábornok úrnak. Itt a kocsi. Kuli tábornok. Engedje át. Engedélyezem. Az a rádiós szoba. Hadnagy, örmesten. Pihenj. Rutin ellenőrzés. Folytassuk. Oké. Foglaljuk el az ezredest.
nem fog nekünk alkalmatlankodni egy ideig. Kárnak jó orra volt, nem hitte el Wilde-ról, hogy Lomax. Sokat dühönkhetett, de végül is nem marad el a mulatsága. Hogy? Olyan utasítást kapott Mitchelltől, ami megnyugtatta. Milyen utasítást? Csak nem képzeli, hogy elengedi Wilde-ot, ha vége az akciónak. Carl megöli, ez azt jelenti? Mi mást? Nincs jól? De igen. Lássuk, melyikre is lesz szükségünk. Ha én látni akarom, milyen levest kapnak a fiúk, akkor én megnézem, milyen levest kapnak a fiúk. Tábornok úr! Kuni tábornok úr! Tábornok úr! Valami baj van, hadnagy? Fogja! Lomax! Jöjjenek, fiam, lesz egy kis dolgunk. Én is menjek? Szeretném. Öreg, oda mellé és indíts! Nézs, lódulja! Gyerünk, gyerünk! Oké, vigyék a fogdába. Engem? Szó se lehet róla, és ne is fogdossanak meg, bögdössenek. Ereszék el! Világos ist fel! Ezredes ura, barátom, Lord Brett Sinclair, Adler ezredes. Nagyon örülök. Ő örülök. Az, akit le kell fogni, őt vigyék. Sinclair, nem jártunk mi együtt iskolába? Remélem, hogy nem. Ezredes úr, nem fogja elhinni, hogy itt mi történt. Majd elmondjuk. Elnézést. Igen. De most minket várnak. A legjobbakat. És aztán, ha kacsintok, csak annyit mondj. Hát nem furcsa, én is ikrek vagyok. Én is ikrek vagyok, és ezt kinek mondjam, Jean-nek vagy John-nak? John-nak. Honnan tudjam, hogy melyik az? Onnan, hogy Jean-nek anyajegye van a... Jean-nek? Hello! Ne keresd az anyajegyet! John-nal foglalkozz! John-nal! Össze ne kever! Hello, lányod! Engedjék meg a barátom, Danny Wise! Yes. Ő John, ő Jean! John és Jean! Végre is összejött! Igen, végre! Igen, ott van a testvérem! Charlie a rendőr! Jól, itt is marad pár napig Londonban! Igen. Igen, itt marad! Maga John vagy Jean? John! Menjünk, táncoljunk! Jó! Ne
örülök, hogy találkoztunk, rettentően örülök. Mi csak? Az író? A Sophie, hogy van, kedvesem? Jól, elolvastam egyik könyvét. Melyiket? A háború és békét. Hát örülök, írtam olyat is, hogy a római birodalom kiindöklése és bukása. Oh. Azt is melegen ajánlom. Ez ki neki a nagybátyja? Jó pofa. Azt ígérte, hogy nem lesz ma este semmi zűr. Mihez van kedvük? Mondják meg is. Hazamenni. Tudtam. Jó éjszakát. Daniel, látod, mit csináltál? Lordom, ez Sophie. Ő meg Lord Bless Sinclair a legjobb barát. Nagyon örülök, én Sophie. Is? Mondjon jó éjt, Sophie. Jó éjt, Sophie. Magyar hangok. Trokán Péter, Vargati József, Csere Ágnes, Málnai Zsuzsa, Borkai János, Dobránszky Zoltán, Busz Gyula, Revicki Gábor, Kalocsai Miklós. Zene Ken Thorne. Fényképezte Tony Spratling. Magyar szöveg Révész Mária, hangmérnök Zombori László. Rendezőasszisztens Popper Éva, vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Molnár Piroska. Szinkronrendező Várkonyi Gyula. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült.